Elég kemény napotok lesz azért, azt elmondom. Anya, Ági tudná, hogy itt ülünk a tévé előtt, biztos integetne. Szia, Vince! Nekem is ilyen tesztegény aló farka tervét. Vagy szakállat. Előre mi? Energikus volt a tánc, szép volt a tánc. Hamar elröpült sajnos, de reméljük még lesz. Röpül páva, igen, felszállott a páva. Vigyázz, hogy ez a vidék, ez egy ilyen felfelé lüktető bokázó, nem pedig lefelé hajló, mint a Duna mentén. Ez most már retro, így lehetne mondani. Úgyhogy a mai fiatalok szívesen kacérkodnak ezzel a stílussal is, de hát beletartozik a kultúránkba természetesen ez is. Annyiban vagyunk talán retro zenekar, hogy... Megkérdezed még egyszer? Kitalálom. Nagyon készülünk, túl vagyunk az izgalmi ponton, és öltözünk is, nem vetkőzünk, úgyhogy jöhettek. Szoktam beszélni, szóhoz se jutok. Le vagyok fagyva, még az izgalomtól. Lehet, hogy téged még visszahívunk beszélgetni. Jó, bocsánat. Fölmegyek hozzád egy pillanatra. Ajjaj. Én ismerem, vigyázz! Eszembe se jutott volna, hogy pont itt. Mert az, hogy valaha azért táncházban előfordulhat, de hogy itt a színpadon fel fog állni mellém és megkér arra, hogy velem ékerékezzek, azért úgy gondolom, hogy elég nagy megtiszteltetés. Nincs megbeszélve semmi. Egy kis tapsost együtt táncoljunk, jó? Gyere, fogd meg a vállamat, jó? Abszolút hitelesen, nagyon jól vette a súlyokat, nagyon szépek voltak az állatok, főleg a bokázás. A jövőre nézve is csak annyit kívánik neked, hogy pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását. Nem is tudom, hogy igazából mit is produkáltam a színpadon, majd ha visszanézem, meglátom, de mindenképpen örülök neki, hogy már túl vagyok rajta, úgyhogy most már csak örömmel nézhetem a többieket. Megmutatom, zsurától kezdet kaptam. Tehát ezt egy picit javítsad. Lehúzhatod a válladat. Lehúzhatom. De szerintem igen, de mivel zakó van rajtam, és felemelem a kezemet. Igen, ez zakó miatt. Ez alapból. Tehát most lehúzom a válladat. Akkor is semmit, a felhúznád. Váltom majd is. Nem zakóban fog ilyet táncolni legközelebb. Ráhangolódás az konkrétan hangolást jelent a tekerőseknek. Aztán majd a fókuszba lássam magam. Elég intenzíven szoktunk bemelegíteni ilyenkor, főleg ilyenkor, amikor hát nem csak úgy, nem csak olyan módon, hanem úgy spanoljuk magunkat is, egymást, ilyen pofonok, minden megy ilyenkor a háttérbe. A legjobb talán, amikor megtudtuk, hogy továbbítottunk. És a legrosszabb meg, amikor elfogyott a sör. Szerelem, szerelem, adkozott gyötrelem.
miért nem virágoztál minden fa tetején? Szeretünk itt lenni, együtt voltunk, együtt mulattunk itt végig. Ez a műsor az arról szól, hogy minél több mindent lássunk és halljunk a magyar népi hagyományokról. Egymásért és egymásnak vagyunk, hát én is ezért dolgozok. Töntetlennél benn vagytok! De magos a Szegedi városnál, oda lesz majd Rózsásándor bezárva. Szerintem a tankcsapda zenekar kösse fel a gatyát, hogy egyszer fokos számot akar játszani. Balázs, te legalább úgy szereted ezt a kultúrát, mint én, csak rajta jobban látszik. Tehát annyira tudod mutatni, hogy Isten értesen imádlak nézni, szervezni.